A Békés Csaba 1912 előre csapata az MB2 favoritját a Vasas FC együttesét látta vendégül Szerdán a másodosztály második fordulójában. A mérkőzés első helyzetére a 15. percig kellett várni, Pekár éles szögből tüzelt a Csabai kapu felé, de Uram védte a próbálkozást. Alig telt el a félidő fele, amikor Szabó távoli löketét kellett kapu fölé tolni a jovának. A 28. percben Uram szabálytalankodott a 16-oson kívül, de kiállítást nem lett a szituációból, a szabadrugás pedig nem volt veszélyes. A 34. percben a Vasas szerezte meg a vezetést, Radó indította a lesgyanús helyzetből induló Sie Eriket, aki a hosszú sarokba gurított, Szalai pedig már nem tudott tisztázni a golvonalról. A csabaiak ezt követően nem adták fel, és még az első félidőben egyenlítettek. Szalai jobb oldali beadására Paudics Patrik érkezett jól, és fejelt a kapu jobb oldalába. A második félidő első percei Lukács Rajmondról szóltak. A támadó előbb Lesről talált a kapuba, majd pár pillanattal később Hursán kiugratásából adódott zicsere, amelyet a vendégek hálóőre hárítani tudott. A mérkőzés utolsó perceiben mindkét csapat megszerezhette volna a vezetést. A 85. minutumban Szatmári átlövésébe birtalan szúrt bele, azonban Uram reflex mozdulattal védett. A csabaiaknak is volt meccslabdája, a 93. percben Pántovics ugrott ki és rontott zitcert, majd visszagorítása után Lukács lövése akadt el a blokkban. A végeredmény így maradt az egy-egyes döntetlen. A Békés Csaba két forduló után négy pontot szerzett, míg a Vasas csupán két döntetlent játszott az új szezonban.